Sziasztok, Endén vagyok, és ez most egy mód bemutató videó lesz, amelyben azok fognak nagyon örülni, akik egy kicsit is szeretik a Gyűrűk Urát, a filmet vagy akár a könyvet, vagy szinte már Gyűrűk Ura függők, mint ahogy jó magam is, szinte már Gyűrűk Ura függő vagyok, mivel most a Minecraft Gyűrűk Ura módot fogom nektek bemutatni, amely egy nagyon jó mód. Itt láthatjuk is a mód listnél, hogy ugye benn van az Optifine, az ugye alap, itt ez a három mód, ez a Forge mód loaderhez tartozik, és itt is van a Gyűrűk Ura mód, most éppenséggel a Public Beta 8.3-as verzióval játszok, ez most a legfrissebb, amikor veszem a videót, és persze benn van a Realms minimap, hát azért az is egy jó dolog. Na, hát akkor szerintem kezdjük is a bemutatást. Akkor igen, ezzel itten játszok. Kb. Egy órát játszottam eddig vele, de utána már tudtam, hogy kell róla egy videó. Hát adjunk neki valami nevet. Az jó név volt, videó. És azok azért kellenek. Meg hát kreatív, mert most nem akarok itten single playerkedni, most ez csak bemutatás. Na és hát be is generálta nekünk itten a mapunkat, és amint beléptünk, látjuk is, hogy semmi nem változott. Na hát ez miért van? Ez azért van, mivel először még, mondjuk ezek most nekem brotta nem kellenek, mivel már igen alapból game módban vagyok, szóval először is meg kell craftolnunk a hatalom gyűrűjét. Nagyon jó. Amihez kell 8 darab aranyrög, 8 darab, és egy barkácsasztal, mondom barkácsasztal, így, meg egy kovakő és acél. Na, akkor először is ezt lerakjuk, megcraftoljuk benne a hatalom gyűrűjét, ami simán Gold Ring néven fut, nem tudom, hogy miért nem, valami fantáziadúsabb nevet adtak neki. Meggyújtunk itt egy tüzet, bármilyen tűz, azt hiszem lávával is jó, és beledobjuk. Dír, egy csirke meg is döglött, és itt ki is nyílt nekünk egy portál, amiben csak annyi dolgunk, hogy ide belerepülünk, és már át is teleportálunk középföldére. Na hát be is generálta nekünk a mapot, itt van a portál, mint ugye átjöttem, ezen aztán vissza is lehet menni, és itt már mutatja is nekünk, hogy elbetűvel nyissuk meg a középföldi achievementeket, hát van egy pár, az biztos, szóval lesz mit csinálgatni. Igen, és itt tudunk váltani ilyen köpenyeket is, de ahogy látom nem is lesz rajtam, vagy ja, vagy ezt meg kell még kapnom, ja, értem, jó van akkor. Na hát akkor még egy sincsen meg. És itt is vagyunk, középföldén, és én már fel is ismertem ezt a helyet. Na, akik szeretik a Gyűrűk Urát, azok már tudják is, hogy melyik hely ez. Igen, ez Lothlórien, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, Lórien, vagy nem tudom, én most teljesen a kiejtését. De szerintem ez az, és itt is vannak a tündéink. Igen, és hogyha jobb klikkel rájuk kattintunk, akkor mondanak is nekünk egy mondatos kőkemény szöveget. Hú, szépen laggolok. Igen, valamelyik szokta is mondani, hogy éppen hol vagyok, hogy üdvözöllek. Aha, igen, Lothlórien. Ah, milyen profi vagyok, hogy felismertem. Na, de jó ég, mi van itten? Ez valami jó nagy darab. Ja, hogy még ott is van, csak kicsikét még rendered, izé töldi be a mapot. Hú, ja, hogy még ott is van. Nagyon, jaj, mi a halál? Jó van. Hát igen, el is érkeztünk a módnak egy picike kis problémájához, mégpedig az, hogy eléggé szépen eszi a gépet, miközben a mapot tölti be, mert hát láthatjátok, milyen dolgokat kell neki itten begenerálnia. De ez annyira nem probléma, mivel hogyha már egyszer begenerálta, utána nincsen már probléma. Ezért nagyon nem is mászkálok itt a videóban, mert úgy megy le az FPS-en, mint a halál. Ez meg itt nem tudom mi, ez szerintem a botláp lehet, nem tudom. Na mindegy, ez a lényeg, hogy ugye egész középföldre megtalálható, ugye. Szóval, hogyha itt megyünk, akkor megtaláljuk az összes Mordortól kezdve megye, Gondor, Rohan, mezői, látjátok, Lothlórien, Fangorn erdeje, meg minden megvan egyszerűen csinálva. És egy dolgot még nem tudok, hogy ezt nekem random begenerálja, mert hogy azt tudom, hogy eddig kellett
mapot generáltam le ezen kívül. Egyszer Mordorba bedobott, és egyből rám rohantak ilyen nagy vadállatok. Utána pedig Gondorban kezdtem, most meg Lórienben, szóval nem tudom, hogy, hogy ez random-e. Hát az biztos, hogy mindig máshol dob le, de hogy, hogy ez random generálja, vagy ez egy fix map, és mindig máshol spawnolok, azt még nem tudom, de ez nagyon durva, ez Lórien. Hú, de nyelvtörős egy neve van. Na mindegy, szóval, igen, ez már nekem bőven elég is lenne ahhoz, hogy imádjam ezt a módot, hogy középföldön itten flangálhatok. Viszont rengeteg új dolog jött be a Minecraftba ezzel a móddal, rengeteg új blokk, érc, látjátok a csillártól kezdve új fákják, új ágyak, sör, már szeretem ezt a módot, új nyersanyagok, új virágok, új lane spawnerek, hát itt már Sauron, hoppá, milyen jó kiválasztottam egyből. Na, Lothlórien vs Sauron, na mi lesz ebből? Fight! Úristen! Na, látom egy eléggé nagy főbossz. Az fájhatott. Az aztán kemény csávó. Ez a Sauron, na mindjárt levágom a kezedet, aztán nézhetsz, mint borulj az új kapra. Na mindegy. Szóval van itten minden. Hú, Sauron spawner. Az eléggé kemény. Új kardok, szóval új anyagok, új felszerelés, új ilyen páncélok van, ilyen gondori páncél, rohani páncél, tünde páncél, mithril páncél, ork páncél, minden van itten. Itt pedig a gyűrűket találhatjuk, ugye ez azt hiszem mithril ring, az a gyűrű, az a tündéké, ez pedig a embereké, vagy hogy is van, na mindegy. Meg hát nem csak ez a háromféle gyűrű van, na mindegy. Igen, ez szerintem itt kifejezetten a holtláp lehet. Na akkor szerintem repülgessünk is egy kicsikét, hogy még lássunk területeket. Gondorba nagyon leesett az állam, hogy volt egy ilyen nagy mező, és tele volt gondori katonákkal. Hú, ezután már csak a rohant akarnám látni, hogy tele van lovasokkal. Hú, arra kíváncsi vagyok, ha jó nagy ez a holtláp. De hogyha ott van Lórien, és itt van a holtláp, akkor most végül is szinte Mordor felé megyek. Ha a generálás hű a könyv meg a film térképéhez, de nem hiszem. Na, itt meg is ütött a nap, most már mégse. Na, akkor szerintem vágok is egyet, amíg el nem érek egy új területre. Ez a zöld fű a láthatáron, megmenekültem. Na mi lesz ez? Aha, lovas, vagy mi lovak, ja, te csak ló, nem lovas. Na nézzük csak, a mapon elvileg, hogyha be van rejelz minimap, nektek is akkor könnyen észre lehet venni, hogy hol van valami, mert akkor ott ilyen... Mi a halál volt? Az ott egy mi troll volt. Átláttam egy pillanatra a falon, aztán ebben láttam valamit. Jaj, szia, de csúnya vagy. Jaj, de szép vagy. Ezt, te mit dobsz, mindjárt megnézzük. Na, előveszem a kis bicskát, aztán földöm a seggedbe, várja, bronzford. Mondjuk a bronz az pont a leggyengébb bizonyos anyag. Na, troll. Igen, ott láthatjuk is, hogy plusz kettő ilyen végülis gyűrűt adott. Nos, hát ott fönt, ott láthatjuk, hogy bal oldalt ugye a Minas Tirithi fal látható, jobb oldalt pedig ugye a szem. És ez attól függ, ugye középen pedig egy gyűrű, alatta meg egy szám. Azt hiszem, hogyha mondjuk Mordorba ott a nagyba hentelünk orkokat meg mindent, akkor mi mondjuk például most itt én itt egy trollt, akkor kapunk plusz 1, plusz 2, plusz 3, gondolom attól függ, hogy mennyi pluszt kapunk, hogy milyen erős volt a szörny. Szóval mondjuk örünk egy orkot, akkor kapunk plusz 1 ilyen gyűrű pontot, vagy nem tudom mit. És ugye, hogyha orkot adunk, akkor megyünk a fa irányába, hogyha viszont kis hobbitkákat adunk meg gondori embereket, akkor a szem felé megyünk, akkor ez meg gondolom minuszt ad. És szóval így el tudjuk dönteni, hogy jók vagyunk-e vagy rosszak. Gondolom, hogy ha már nagyon jók leszünk, meg minden, akkor már majd kapunk páncélt is, vagy mit tudom én, akkor barik leszünk, hát de achievementet gondolom mindenféleképpen kapunk.
És úgy tudom, hogy ugye a gyűrű is ottan fönt megy balra meg jobbra, de mondjuk azt még nem tudom. Na, ott már látjuk is a térképen, hogy ott van valami. Majd nézzük, mi az. Ó, egy kis viskó, nagyon jó. Akkor hol lehetünk most? Szerintem ez ilyen rohan lehet. Alófaszt, ez a megye. Azt, azt nézd. Jaj, de kis cuki, szia. Welcome to the share. Na mindegy, az enyém, hogy megye. Hát te ki vagy, te Samu vagy, szia. Daddy Cotman, the Hobbit. Jó. És te ki vagy? Te meg izai pipinre hasonlítasz. Vagy tufára. Ó, tál is van. Höhö, nagyon jó. Mi a kaja? Burgonya? Hagyja a békén. Mi ez? Lóhere. Van négy levelő is. Az oda basz. Na, igen. És te ki vagy? Apostel. Jó, biztos. Na, itt hol a bejárat? Itt a bejárat. Mi ez? Durken Dragon. A kék sárkány. Nem. Drunken. Az ivó sárkány. Nem kék sárkánynak hívják? Azt tudom, hogy... Hát ez nagyon jó. Szia. Te jó nézzek ki. Hitgang, gamge. Jó, igen. Szép, ne? Bingo, bangs. Jó. Nem ismerlek titeket. Az igen. Ja igen, hát itt vannak ilyen hobbit oven. Gondolom a sörfőző, vagy én nem tudom. Vannak új... van új barkács asztal, amiben gondolom... az új anyagokból lehet. De jó. Ah, kérek. Hogy? Ja, vödrödbe kerek. Hagyjál végén. Na, hogy ő sötétedik. Na, hogy te nem jössz be. Na, hogy abba gondolom az új itemekből lehet craftolni. Meg van új sütő, abba gondolom az új nyersanyagokat lehet kiégetni, meg ilyen mindenféle dolog, amit mire felfedezek, majd mi mire jó, hát ez nem, ez jó idő lesz. De élvezni fogom, az biztos. Ott is mindenhol hobbitok. Ez is hobbit, és lovon ül. És kevesen vannak aki hobbitok között, akik Tuk, Dinodász. Na, hogyha Tuk, akkor lehet, hogy tud lovagolni, az előfordulhat. Mivel a hobbitok nem szeretik a lovakat, mármint hát félnek tőlük, mert nagyok, ők meg kicsik. Na mindegy. Ott pedig egyébként láttam bazin egy fákat, ez szerint... Ó, az meg ott egy... Ez szerintem itt az öreg erdő lehet, vagy a Fangorn erdő, nem tudom. Ez itt, hobbit ház, rohadt jó. Csokolom, ki van itthon? Hát ez rohadt jó. Mini szoba, mini szőnyek, az kurva jó. Mini csillag, ezt. Semmi. Én tudja egy ilyenbe költözök majd be. Ez rohadt jó. Szia, hát te ki vagy? Sancó Gamge, nagyon jó. Ó, itt az éléskamra, hát igen, a hobbitok kedvenc helye. Ami mindig jó, meg van tömve. Ó, hát ez rohadt jó. Étkező, hát ez beszarás. Te ki vagy? Csinga Gange, nagyon jó. Az mi volt az a búrék? Ja, pipa, fogadjunk pipa gőz. Ez rohadt jó. Na de ez mi? Ez vagy öreg erdő, vagy Fangorn erdő. Ez is nagyon jó. Ennek mi van? Mi ez? Mi vagy te, te jóságos ég? Mekkora pók? Ez is nagyon jó. Hehej! Hát ez nagyon jó. De várjál, miért is van este? Mi? Time set per help. Vagy hogy is kell? Per time? Vagy... Hogy? Single playerben máshogy van. Per time. Per help. Devil difficulty effect engine. Jó, hagyja végén. Végül is, hogyha alszok, akkor reggel lesz. Nem mindegy, hagyjuk. Szóval, ja, akkor itt a megye, imádom, ott is egy hobbit ház, szerintem az biztos az. Ja, itt voltam bent. Hú, hát na mi van még itt? Rohanba viszont, mert rohant megkeresem, arra kíváncsi vagyok, vagy Gondort, mert ott hú, az is nagyon jó. Na, addig viszont vágok egyet. Ez az, megtaláltam pajkos pónit, hehej! Na, akkor itt kell lennie izének, papsajtúrnak. Ő az izéja. Mondjuk az angolul, nem tudom, hogy mi az, hogy papsajt. Small Burrow, ő itt a házigazda, he. Ted Bolger, nem gondolom, randomok a nevek. Na, neked kéne papsajtnak lenni. Welcome to Mary Pony, Dave.
Belladonna Smallborough, na mindegy. Az a lényeg, hogy ez is benne van. És ott is egy hobbit ház, ott pedig a holt láp egyébként, szóval úgy vettem észre, hogy akkor nem nagyon veszi figyelem, hogy random generált, ott meg egy ork, hogy random generált a világ, és nem nagyon veszi figyelembe az, hogy most egy Mordort generál hobbit falva mellé. Hát Frodo biztos örült volna neki, hogyha ott van Mordor, de így most nem túl realisztikus gyűrűk ura szemszögből nézve. Na mindegy, a Gondort akkor is megkeresem. Na jól van, hát leegyszerűsítettem a dolgomat, beléptem a single player-es mapomba, amit ugye nemrég kezdtem, és itt pont benn vagyok egy bányában, mint ahogy láthatjátok, eléggé sok nyersanyagom is van már. Itt vannak ilyen jégcsapok, vagy mik ezek, vagy nem tudom, meg itt új ércek, azt hiszem az Iron volt, vagy mi nem tudom. Meg itt van valami új Darwin crafting, gondolom a Darwin-as cuccokat, ilyeneket tudsz itten craftolni, szóval fú, nagyon durva. És mivel csináltam róla biztonsági másolatot, ezért nyugodtan szétbarmolhatom. És ezért föl is jövök a felszínre. Na, itt is vagyok. És hú, ott már a gondori katonák harcolnak is az egyik orkkal, aki meg is halt. És hát, itt van Gondor. Szóval, igen, itt ilyen szép kis házikók vannak, ilyen kis erődök. Itt egy bátor harcos. Nem mondja, hogy ez Gondor, ő sem mondja, hogy itt van Gondor. Mert azt szokta mondani, hogy welcome to Gondor. Na mindegy. Kinézünk oda a mezőre, ami nagyon durván néz ki. A rengeteg katonával ott is van, azt nem ennyien vannak, te jó ég. Fuhú, na most mindjárt ide leszpavnunk itt pár orkot. Ez vicces lesz. És laggos. A nagy dolfaszt. Egyből izét. Sauront. Megnézem, hogy mennyire erős kis csávó, hogy ezek olyan elverik, vagy nem verik el? Na, melyik is volt Sauron spawner? Sauron Unfinished. Hogy ez van Unfinished? Ja, hogy gondolom, még a módban nincsen kész, szóval. Na, gyerünk, támadjátok! Az szép! És nekem ezt kéne, hogy legyőznem. Jú, ez durva lesz. Semmit nem sebződött még. Ez nagyon durva. Na, akkor kicsit hozunk egy kis erősítést neki. Rohan balról var, de jó ég. Mindegy, rohan az jó dolog, rohani harcosok. Mi ez skeleton? Rohani, mi ez rabló, vagy akkor gondolom ez nem katona, vagy mi? Az szép, és semmit nem sebeszek neki, ez nagyon durva. Na várjunk, és besegítek nekik valami nagyon-nagyon kiket. Misriel, na ott már jó helyen vagyunk. Battle X, hát nem éppen sok a sebzése. Na mindegy, meglátom. Na gyere ide, Sauron! Hó, na én azért ütem rendesen. Ja, hogy regenerálódik is, huhú. Hoppá, bocs. Aha, már minusz is kaptam, mert véletlen megütöttem a barátot. Meghatok. Na, mondom ezt, hogy is akartam. Gyere ide. Na, legyél is, fiú. Jó, hogy is lát, feladod meg. Mennyi HP-d van, kérembe. Na ezért mennyi gyűjtünk. Ez az! Azt a 100 gyűrű! És csak annyit ugrott fönt a gyűrű! Te jóságos kecske! Ez mi? Hú, hát akkor itt nem elik el rendesen az, hogy fölmenjek ottan maxra. Na, hát függés lesz itten gyerekek, az biztos, én ezzel a móddal annyit fogok játszani, hogy ez nem igaz. Mert kedvenc módom eddig Minecraft, az egyszer biztos. Na, hát ott meg, nem tudom, szóval a tekites blokkok, tekites ércek megtalálhatók benne, azt eddig észrevettem. Na, hát akkor ez ott van a gyűrűk ura mód, hogyha igény van arra, hogy csinálják arról tutoriát, hogy hogyan kell ezt a módot berakni Minecraftba, akkor megcsinálom, csak írjátok le kommentbe, és hogy hárman, négyen írják, akkor már egyből csinálom is, és töltöm is fel a tutoriát. Na, hát akkor ez egy fantasztikus mód. Én csak ajánlani tudom. Akkor én Dave voltam. Sziasztok! Into the